Az ősz közeledtével a legtöbb zöldség és gyümölcsféle már beérett. Margit néni épp az udvarban álló szilvafáról takarítja be a termést. Szedem a szilvát, ezt kicsit enni, mert még a lekvárnak egy picit éretlen. Ezeket a szilvákat a termény bemutató kiállításra szedi. De nem ez lesz a standjuk fő látványossága. Megnézhetjük a kertet, Margit? Természetesen. Akkor természetesen. Mutass az utat, merre megyünk. Igen, hát tessék jönni. A kis birtok takarosan gondozott virágos kerttel kezdődik. Az itt nyíló virágokra Margit néni különösen büszke. Minket azonban most a hátsó kertben termő zöldségfélig érdekelnek. És akkor Margit, az idei terménykiállításon mi lesz a fő bemutatója, mi lesz a fő terméke? Hát talán a paprika, már azt csodálták meg mindig nálam a kiállításon. A fólia sátorban Kalifornia, fehérözön, bocskor, tokmány, alma és csili paprika is terem. Ezek általában már pirosra érnek augusztus közepére. Idén ez megcsúszott. Nagyon szép piros szokott lenni mindig, csak mondta a tévé meg a rádió, hogy két héttel később van az érési idő. Tehát például ez majd két hét múlva lesz olyan szép színű. Igen, igen, mert mindig piros paprikát szoktam vinni a kiállításra, de most nem pirosodott be sajnos, csak egy-kettő, amit már korábban le is szedtem. Margit néni és férje József már 10 éve tagjai a Nagyatári Kertbarátok Egyesületének. Minden évben izgatottan várják a termékkiállítást. Mindig dicsérik a termékeinket, és nagyon hálás szívvel megyünk és visszük a termést. Korai fagyok miatt visszaestek a termékek, például a kiültetés után eléggé fázossak lettek, de amúgy azért a sok eső helyrehozott mindent, meg a meleg nyár, sok termésünk van. Egy kicsit a paradicsomnak ártott a sok köd az esők után, de nagyon sok termés lesz belőle. Margit néni a paprikák után a paradicsomaira legbüszkébb. A palántákon meglátszik a szeszélyes időjárás hatása. A tavaszi hideg miatt csak a felső hajtásokon van termés. Ezek milyen paradicsomok, Margit néni? Hát jugó és szívparadicsom, marha szívparadicsom. Most szedtem le, és ezek, amik érettek, ezeket szeretném majd kiállításra vinni, vagy ehhez hasonló, mert addig nem biztos, hogy eláll. Józsi bácsi eközben két nagy méretű cukinivel tér vissza a kertből. Hú, ezek szép nagyok, Józsi bácsi. Hát ezek közepesnek mondhatók. Közepesek? Mekkorák kilóra nagyjából? Hát ennél nagyobb szok lenni. Például volt az idén olyan, ami 2-6 kiló volt. A piszkos cukinit. A cukiniket megmossák, és egy tökkel együtt a kiállításra szánt látákba kerülnek. Ezekbe már előzetesen összegyűjtötték a legszebb terményeket. Köztük van a vörös csili paprika, többféle paradicsom és tarkabab. Még néhány fürdszőlő is kerül a ládákba, és már indulnak is a termény kiállításra. A kiállítást a sportcsarnok előterében tartották az államalapítás napján. A Nagyatári Kertbarát Egyesület már több évtizede minden évben megrendezi a terménybemutatót. Az Egyesületnek 76 tagja van, közülük 29-en állítottak ki. A tagok maguk döntik el, hogy mely termékeik azok, amelyeket érdemes bemutatni, és megmutatni azt, hogy mennyi munkát tudnak belefektetni ilyen viszontagságos időjárásban is, szép termés elérni. Az idei termés vegyes megítélés van a kertbarát kör tagjai között, hisz van csapadék is és napsütés is, de annyira hullámzó, tehát nem egy kiegyensúlyozott időjárás van, és ezért elég nehéz a gyümölcsösökkel és a kertekkel, zöldségfélékkel foglalkozni. A kertbarátok szebbnél szebb összeállításban mutatták be portékáikat. Akadtak kreatív kiállítók is. Józsi bácsi és Margit néni is igyekeztek mutatósan berendezni a standjukat. Büszkén mesélnek az idei termésről minden érdeklődőnek. Az apraját hoztuk el azért, hogy ne legyen olyan nehéz, mert amúgy meg voltak olyanok, hogy 3,5 kilós patisszon. A terménykiállítást Ormai István polgármester nyitotta meg. A nap és az alkalom is különös és szép, hiszen az államalapítást ünnepeljük. Államalapító Szent István királyunkra emlékezünk, és ebben a gondolatban mindig is benne volt a föld megművelése, az élet,
az élet, ami onnél táplálkozik, a földből, a föld terméséből, ami általunk általatok lesz. A megnyitó ünnepséget a Városszépítő Egyesület virágosítási, környezetszépítési versenyének eredményhirdetésével zárták. A különdíjak mellett összesen három kategóriában osztotta kitüntetéseket. Ezeket a legszebb virágos kert, a legszebb virágos intézmény és a legszebb virágos erkély tulajdonosai vehették át. Tehát virágos kert kategóriában harmadik díj Filó Imréné, Honvéd utca 44. A virágosítási verseny és a termény bemutató is azt mutatja, hogy a nagyatári föld meghálálja gazdáinak a féltő gondozást.